Szentírásban a Krisna tudati mozdalom van jósolva, hogy 10 000 évig fog nagyon nyilvánosan fejledni. Az azt jelenti, hogy ez most 1 000-e az út, amíg elértünk. Valamit itt lehet látni, a templom, minden más házak, itten a tó és a szép paviljonok. Ezek 1 000-e, amit tervezünk, hogy legyen itten. És sokan, akik itt laknak, ők fogadalmat vettek, hogy következő életükre visszajönnek folytatni ezt a szolgálatot. A Krisna tudat az ősi hinduizmus egyik ága. A nyugati világba 1966-ban egy indiai szerzetes Srila Prabhupada révén jutott el, ha illegálisan is, de már a 70-es években megjelent Magyarországon. 1989 óta tartozik a hivatalosan bejegyzett egyházak közé. A hívek hamarosan nekiindultak az országnak, hogy olyan területet keressenek, ahol felépíthetik templomukat, és egy biofarmon termelhetik meg ételeiket. Volt, ahonnan a környezet szennyezés űzte el őket, volt, ahonnan a helyiek ellenségessége. Még nem 1992-ben egy kis barátságos somogyi falu határában találtak egy megfelelőnek ígérkező 150 hektáros területet, és meg is vásárolták. Ezzel megszületett a Krisna völgy indiai kulturális központ és biofarm. Azonnal elkezdtek építkezni, és nekiláttak a földek megművelésének. A hívek közül egyre többen költöztek hosszabb, rövidebb időre a völgybe, és a faluban is felpesdült az élet. Egy számunkra eddig ismeretlen kultúrának a meghonosításának a vágya és az iránta való érdeklődés volt az, ami miatt mi igent mondtunk, és ha úgy tetszik, egy kis hátszeret adtunk ehhez. És még valami. Bizalommal fogadtuk be, otthont adtunk, nem értek vissza vele, és ennek a földnek, ha minden igaz, ezzel is bebizonyosodott kisugárzása van, pozitív kisugárzása, hiszen innen alig néhány kilométerre első Szent László királyunk egy apátságot alapított. Immáron 2 vallás egymás mellett üzeni azt a világnak, hogy ezen a földön a békességnek helye van. A völgy 2003. júniusában ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumi ünnepségen több száz résztvevő közt volt diplomata és egyházpolitikus, környékbeli polgármester és pap, turista és érdeklődő, az egyház tagja és szimpatizánsa. A völgy állandó lakóinak száma 170-re nőtt. A látogatókat a vendégház és a kemping fogadja be. A legfiatalabb lakos 8 hónapos, a legidősebb 67 éves. Az átlag életkor 28 év. A völgyet a templom tanácsának nevezett testület irányítja. A különböző szakterületekkel megbízott hívek és szakemberek foglalkoznak. Vannak, akik fizetést kapnak a munkájukért, és vannak, akik teljes ellátást. A völgy tiszteletbeli lakója Hanzel László, tojáspatkoló világbajnok. Somogy Vámos polgármestere és iskolaigazgatója. Aki sokak megrökönyödésére a korai 90-es évek zaklatott politikai viszonyai között is bemerte fogadni a krisnásokat. Nem lehetett megszédíteni semmiféle rémhírrel, azért, mert én előttem minden ajtó nyitva volt. Én tudtam, hogy a községnek valamilyen formában előre kell lépni, és szentül meg voltam győződve abból, hogy azok az emberek, akik ide akarják hozni a vagyonukat, a munkájukat, az erejüket, és még hisznek is, ha azokban az emberekben mi csalatkozunk, akkor nem csak mi bukunk meg, hanem ők is. Tehát nyilvánvaló volt, hogy ez egy nagyon jó házasság lesz. Thank you.
Akkor lefelé jöttünk, akkor hol napfény volt, hol beborult az ég, hol szakadt az eső, hol sütött a nap. Az elmúlt 10 év valószínű a kristantudatú hívők életében is valami ilyesmi lehetett, hogy nem volt egyszerűen könnyű eljutni idáig, tehát az elmúlt 10 év nem volt azért olyan nagyon fényes és olyan nagyon könnyű feladat megcsinálni ezt a szép parkot, ezt a völgyet, fölépíteni a házakat, munkát adni embereknek, ami szintén nagyon fontos, és ugyanakkor ne felejtsük el, hogy azoknak az embereknek, akik itt egy új kultúrát hoztak, azoknak valahol a hitüket gyakorolni kell. És ez a hely tulajdonképpen erre rendkívül alkalmas. A Krisna tudat célja, hogy megismertesse az emberekkel Istent és Isten szolgálatát. Legfőbb tanítása szerint minden cselekedet arra irányul, hogy az egyszer s mind Istent is szolgálja. Mindenkinek személyre szabott feladata van a világban, amit kiki a maga tehetsége szerint végez, úgyhogy tetteit az egyetemes szeretet, a béke és kiegyensúlyozottság motiválja. A cél az, hogy az elanyagiasodott fogyasztói társadalomban is megteremtsék a belső harmónia és az egészséges élet lehetőségét. A Krisna tudat hívei Krisna személyében ugyanannak az Istennek a megjelenését tisztelik, akit más kultúrák az Atyának, Jehovának, Allahnak vagy Buddhának neveznek. E felfogásnak köszönhetően a hívek rendkívül toleránsan viszonyulnak más filozófiai rendszerekhez és vallásokhoz. Tudtam, hogy Magyarországon is léteznek Krisna hívők. Azt is, hogy szerte az országban vannak központjaik. Ide érkezésemkor mégis meglepett a birtok mérete és az a körültekintés és hozzáértés, amivel a földeket és a településeket gondozzák. Szerintem a film címe, India mosolya, nagyon találó. Hiszen abból kiindulva, amit láttam, itt tényleg mosolyt csalnak mindenki arcára. Segítenek az időseknek, gondozzák a betegeket, támogatják a fiatalok nevelését, harmóniában élnek a szomszédaikkal, az egyetemes testvériség létrejöttén munkálkodnak. Ezt a kérdést én még a vallásnál is fontosabbnak látom. Segít abban, hogy jobban megismerjük és megértsük egymást. És azáltal, hogy ez az apró település, az indiai életforma sok jellegzetes vonását mutatja be, erősíti a toleranciát. India hatalmas ország, amelynek tájain más-más népcsoportok más-más módon élnek. De ebben a völgyben mégis jellegzetes indiai életmódot folytatnak. A megye és az ország lakói ezáltal képet kaphatnak India vallásáról, falusi életéről, az ottaniak táncáról, imádkozásáról. Úgy vélem, hogy századunkra a világ eljutott oda, hogy szükségessé vált egymás vallásának és életmódjának jobb megismerése. Mindez elősegíti a békét és a megértést. Yeah.
Krisna völgynek az egyik legfontosabb mondani valója, hogy mi elsődlegesen emberek vagyunk, lelkek, és csak másodszorban egy bizonyos nemzet vagy egy bizonyos vallásnak a tagjai. Mi itt az embert szólítjuk meg, azt az embert, aki kutatja azt, hogy miért él ebben a világban, tulajdonképpen ki ő, honnan és hová megy. És ezekre a kérdésekre válaszkeresők nagyon szívesen ülnek le az itteniekkel egy fa alá beszélgetni, illetve nézik meg, hogy ez hogyan működik a nagyvilágban, hogyan függ össze a természet törvénye, illetve hogyan függnek össze az emberi törvények. Ide bárkit szívesen látunk, bármikor, mi egy nyitott hely vagyunk, azt szeretnénk elérni, hogy minél többen elgondolkodjanak az életnek kérdésein. Magyarországon az erkölcsiség színvonala emelkedjen. Erre egy szakrális hely, Krisna völgy. A többségükben városi fiataloknak nem kis erőfeszítésükbe került, mire beletanultak a gazdálkodásba. Így próbálkozásaik gyakran mosolyt csaltak a helyi gazdák arcára. Mostanra már jól boldogulnak a mezőgazdasági munkával. A völgy területének egyharmadát foglalják el az épületek, az utak és a parkok. A többi mezőgazdasági terület, veteményes szántó, erdő, legelő. A Krisna völgy távlati tervei az önellátás megteremtését célozzák. A kalászosok, a takarmánynövények, a zöldségek, gyümölcsök és gyógynövények termesztése mellett már most is foglalkoznak méhészettel, erdőgazdasággal, sajtgyártással és biokozmetikumok készítésével. A biopékség a völgy terményeit feldolgozva folyamatosan friss kenyérrel, süteményekkel és nyalánkságokkal látja el a helyieket és a látogatókat. Az étterem az indiai vegetáriánus konyha finomságait kínálja. A fölösleget eladják, de a piacra termelés nem cél. Amennyire lehet, kerülik a nehéz gépek és az áram használatát, és ahol szükséges, ott tiszta, nem környezetszennyező energiaforrásokat használnak, napkollektorokat és szélkerekeket. A völgyben 90 madárfaj honos, és már megkezdődött egy botanikus kert építése is. Krisna völgy az idén fogadja a 100 000. vendégét. Ezek, akik ide látogatnak, nem Krisna hívők, hanem az egész országból, illetve külföldből érkező nyugdíjasok, iskolások, egyetemi hallgatók, orvosok, illetve bárki, aki érdeklődik az ősindiai kultúra, illetve a természet közeli életmód elvei iránt. Egyik legfontosabb bevételi forrásokat a látogatók jelentik. A belépőjegyek az ajándékboltban árusított helyi fazekas termékek, ékszerek, édességek, indiai különlegességek és könyvek teremtenek alapot a völgyfejlesztéséhez. Az évenkénti búcsú, tartalmas szórakozás, a vendégházban eltöltött pár nap, felhőtlen kikapcsolódás. A gyermektáborok kalandot és természetismeretet kínálnak. A Krisna tudatnak és itten a biofarmnak egyik fontos aspektusa a tehén védelem. Amikor tehenek ide jönnek, hát tehenek, ökrök, pikák születnek, akkor mi védelmet adunk, az azt jelenti, hogy ők itt békén élnek, ökrök dolgoznak, tehenek legelnek, tejet adnak, és az egész életük közbe van biztosítva. És azért, mert a tehén ad tejet, a ökör, az meg dolgozik, és ad nekünk mind a munkaenergia, ami, hát amire van szükséges, akkor úgy tekintjük, mint az anyánk, aki tejet ad, és az atyánk, akik megállát. És akkor hát ugyanúgy, mint gyerekeknek, ugye, szülőknek a legjobb lehetőséget ajánlják, azért mi is nekik egy szép palotát ajánlunk. A tanév minden napján a helyi gyermekeket is várja, ez a palotának is beillő iskola, a gurukula, bár a külseje még nem készült el teljesen. Az itteni gyerekek szemben a nagy átlaggal még mindig sokat mesélnek és olvasnak, megtanulnak együtt élni a természettel, egészségesek, magabiztosak és vidámak. Tanuljuk, ami az állami iskolákban is tanítanak, hogy fizika, stb., de még ezen felül tanulunk ilyen vallási tantárgyakat. Tanulmányozzuk a szentírásainkat. A diákok a Somogyvámosi iskola magántanulói. A völgyben a nemzeti alaptanterv szerinti tananyag alapján saját tanítóikkal és tanáraikkal tanulnak, de vizsgázni a falu iskolájába járnak. A magyar szemnek szokatlanul színes műalkotások, Krisna képek, festmények, domborművek, elefánt szobrok szintén a völgyben készülnek. A művészeti stúdió fiatal munkatársai faragják és festik őket. Majd
sok tervek. Itten a következő 5 évben a tervünk, hogy a templomot átépíteni. Van egy hosszabb terv, egy új, nagyon nagy védikus indiai stílus templomot építeni, de a következő 5 évben tervezzük, hogy levenni a templomnak a tetejét, felemelni a falakat, bótívokat és oszlopokat díszíteni kívül belül, és egy szép indiai stílus templomot építeni esztet, van ideglenesen, következő 15-20 évre hasznos lesz. Aztán itten egy klinikát szeretnénk, egy ajvédikus klinika, ami a indiai gyógyszerrendszer, hogy személyek jöhetnek ide, pihennek, jogát tanulnak, lehetnek kezelve, és tapasztalják, hogy a fizikai jólét az mennyire kedvező a lelki jóléthez. Azon kívül a vendégházat kell felépíteni, hozzáadni, mind tele van mindig most is a vendégház. Szeretnénk, hogy ottan el tudnánk látni legalább 50 szemét, és hát végtelenül sok tervünk van. Srila Prabhupád az alapítója a Krisna Tudati Mozdalomnak. Ő adott nekünk annyi feladatot, hogy 10 000 év, még 100 000 évig is teljes időben le leszünk foglalva. ...1989 óta tartozik a hivatalosan bejegyzett egyházak közé. A hívek hamarosan nekiindultak az országnak, hogy olyan területet keressenek, ahol felépíthetik templomokat, és egy biofarmon termelhetik meg ételeiket. Volt, ahonnan a környezetszennyezés űzte el őket, volt, ahonnan a helyiek ellenségessége. Még nem 1992-ben egy kis barátságos somogyi falu határában találtak egy megfelelőnek ígérkező 150 hektáros területet, és meg is vásárolták. Ezzel megszületett a Krisna Völgy indiai kulturális központ és biofarm. Azonnal elkezdtek építkezni, és nekiláttak a földek megművelésének. A hívek közül egyre többen költöztek hosszabb, rövidebb időre a völgybe, és a faluban is felpesdült az élet. Egy számunkra eddig ismeretlen kultúrának a meghonosításának a vágya, és az Szentírásban a Krisna Tudati Mozdalom van jósolva, hogy 10 000 évig fog nagyon nyilvánosan fejledni. Az azt jelenti, hogy ez most egy ezrede az út, amíg elértünk. Valamit itt lehet látni, a templom, minden más házak, itten a tó és a szép paviljonok. Ezek egy ezrede, amit tervezünk, hogy legyen itten. És sokan, akik itt laknak, ők fogadalmat vettek, hogy következő életükre visszajönnek folytatni ezt a szolgálatot. A Krisna tudat az ősi hinduizmus egyik ága. A nyugati világba 1966-ban egy indiai szerzetes Srila Prabhupada révén jutott el, ha illegálisan is, de már a 70-es években megjelent Magyarországon.